Sziasztok, remélem lehet látni és hallani. Tulajdonképpen óriási szerencséje a magyar válogatottnak az, hogy Loïc Négo jó formában játszik a Le Havre csapatában, ami egy francia első ligás, itt látjátok is a csapatot, mert hogy Botka Endre ugye továbbra is sérült. Természetesen azt nem lehet elmondani, hogy Loïc Négo olyan játékos értéket képvisel piaci értékben, mint amilyet ugye 19-ben képviselt, vagy akár 21-ben, vagy 22-ben. Hát most már ugye nem csak ez az oldal, hanem láttátok a Transfermarkt is, hogy ez a két oldal egymástól függetlenül a 1 millió euró közé rá, 1 millió euró körülre teszi ugye Loïc Négo értékét. Azonban az nyilvánvalóan elmondható, hogy a pályafutása befejezése előtti utolsó években még nagyon rától a játékára, hiszen ha megnézitek az értékeléseket, akkor azt látjátok, hogy mindig jóval hatos fölött teljesít, ami nagyon jó, sőt a Lorient elleni mérkőzésen pedig 7 fölött teljesített, ugye 7,3-at kapott. Na most azt nem biztos, hogy látjátok, mert össze-vissza mutatja ez a program azt, hogy egyébként a csapat többi tagja hogy szerepelt, de hát el kell mondjam nektek, hogy több olyan játékos volt, ezt gyorsan végigmondom, ugye a hátvéd sorban a 4-ből mindjárt 3, a középpályás sorban mind a 2, aki egyébként rosszabb eredményt kapott, mint ő, és a középcsatár is csak 6,6-ot kapott, tehát kifejezetten a jobb játékosok közé tartozott Loïc Négo. Ugye Loïc Négo nyáron került át a Fehérvárból, a kilátástalan Fehérvárból került át ugye a Le Havre csapatába, és megállja a helyét. A barátságos mérkőzéseken is már látjátok, hogy elég sokat játszott, és aztán pedig a bajnokikon, ugye eddig 4 bajnoki ment le, és abból 3-at pályán volt. És hát jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a Le Havre nem a tök utolsó helyet foglalja el a bajnoki tabellán, hanem ott van középen. Jelen pillanatban ezt sem látjátok, tehát gyorsan elmondom, ugye 4 mérkőzés játszott, ahogy mondtam, 1 győzelem, 2 döntetlen, 1 vereség. A bajnokságot a Monaco vezeti, PSG, Olympique Marseille, Reims, Lille, Brest, Rennes, Nice, Strasbourg, és utána jön a Le Havre, és olyan csapatokat, mint a Metz, vagy a Montpellier, vagy a Nantes, Lan, Lyon, a másik Lyon, ezeket teljesen ugye maguk mögé utasítják, és ebben Loïc Négónak jobboldali futóként ugye kulcs szerepe van. A Footy Stats oldalt, ha megnézitek, itt nagyon részletesen, erre ki sem térek, nagyon-nagyon-nagyon részletesen végig tudjátok nézni azt, hogy milyen volt a gólokban a közreműködése, a cselezése, a piros lap, a sárga lap, a minden gyakorlatilag, a 11-es gyanús szituációk, minden, amit el lehet képzelni, kulcspasszoktól kezdve minden megtalálható. Ennek a részleteibe nem is mennék bele, mert kicsit el is aludnánk szerintem, ha ezt én elkezdeném elemezgetni. Rosszival közös sajtótájékoztatója volt, és valamit fontos hangsúlyozni, hogy Loïc Négo és Fiola Attila azok a játékosai a magyar válogatottnak, akik most ugye újra magukra találnak a válogatottban, tehát sokkal jobb teljesítmény nyújtanak a válogatottban, mint klubcsapatukban, úgyhogy most is ezt várjuk tőlük, és ezért szurkolunk a csütörtök esti mérkőzésem. Úgyhogy ezúton is azt szeretném mondani, hogy hajrá Loïc Négo, hajrá magyar válogatott, remélem, hogy sikeres lesz, és minden rendben lesz. Ha tetszett a videóm, nyomj egy lájkot, ha még jobban, akkor iratkozz fel a csatornámra, és ha még jobban, akkor arra kérlek, hogy segítsd a munkámat a videó alatt található számlaszámon, vagy nyomd meg a szuper köszönet gombot, az olyan, mint egy kávéra hívnál meg. Hajrá Magyarország, hajrá Loïc Négo, hajrá magyar labdarúgás, a jó Isten áldjon meg mindenkit.